Üdvözletem mindenkinek, Necrocrim vagyok, és jön egy kis apró videó, ahol nem a videó a lényeg, a gyönyörű hangom lesz a lényeg, úgyhogy nézzétek el a rozsdás játékom, ami is be vagyok rozsdásodva, és régóta játszottam meg, hogy általánosan is be vagyok rozsdásodva, öreg vagyok, ez a lényeg. Szóval nem a videó lesz a lényeg, hanem a gyönyörű hangocskám, és miért készítettem el ezt a videót, azért, hogy a gyönyörű hangom alatt fusson valami gyönyörű videó, szóval nem. Igazából azért készítettem el ezt a videót, hogy bemutassak nektek egy csatornát. Szerintem sokan láttátok is a videót a Facebookomon, mert ugye előbb kikerült. A videó címe, videó sorozat címe az lesz, hogy Free for All with the Pros. A műsorvezető az Jill névre hallgat. A videó linkjét megtaláljátok a leírásban, illetve szerintem nagyba kiposztolom ide erre a videóra is. És nyugodtan el lehet menni, meg lehet látogatni, az én játékomra fog mutatni a link az én és az ő játékára. Előjáróban annyit, hogy ez egy normális játék tőlem, normális arccal, normális beszélgetés, normális konverzáció, ez meg persze beszélgetés jelent, teljesen mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ilyen az, amikor én normálisan játszok, szóval ez a vérpistiknek. Nyugodtan menjetek el a csatornát, hogy miért, mégis, ugye, sokan szoktatok rám írni, hogy nézd meg ezt a videót, mi a véleményed, megnéznéd ezt, támogatnád ezt, nos, én erre azt szoktam mondani, hogy támogatom a dolgokat én, de igazából csak azokat, amik több, mint az, amit mi átlagos YouTube-os videósok csinálunk, és úgy gondolom, hogy ez a srác most elindított egy olyan sorozatot, ami talán több tud lenni, mint amit mi csinálunk, átlagos videósok, és egy nagyon jó ötlet, és annyit fog csinálni, hogy meghívja az úgynevezett magyar híresebb videósokat, így került rám is a sor, mert hogy állítólag híres vagyok, és kihívja őket egy-v-egyre, ami arra szól, tényleg egy-v-egy meccs, interjú, stb. Válaszolunk néhány kérdésre, még az elején van a srác, maximálisan támogatom, de jól fog ez alakulni, és higgyetek el, szerintem egy jó műsort fog csinálni, és meg fogja remélhetőleg, hogyha lesz elég kitartása, kedve, stb., mert hát a videós munka és a videós élet nehéz, iskola mellett, stb., de akkor ugye meg fogja hívni az összes ismertebb magyar videós egy jó kis interjú, egy jó kis meccsre, illetve hogy ki hogy megmérettesse magát. Nagyjából ennyi, és hogyha ezt már én teszem hozzá, és szeretném, hogyha megvalósulna, hogyha tényleg elég kitartó lesz, akkor, és fogja csinálni, és érdemes lesz az egészbe energiát fektetni, akkor, hogyha szeretnétek ti is, stb., akkor a külföldi nagyobb kodosokat is meghívni egy interjúra, szerintem ők simán benne lennének. Mit tudom én, például egy Eliade, vagy Driftor, vagy nem tudom, akit szeretnétek, tehát én őrájuk gondoltam, például ők ilyen normális arcok, normális kodosok, és én például szívesen elbeszélgetnék velük. Persze, hogyha Jill-nek lesz elég kitartása hozzá, és fogja folytatni ezt a sorozatot, ami szerintem egész jó ötlet, és igen, erre gondolok akkor, amikor úgy azt mondom, hogy ok, én támogatom azt, amit csinálsz, és jó az, amit csinálsz. Mint például, hogy annó volt Backspace kolléga, nagyon-nagyon-nagyon jó kis montázsokat csinált, és szerintem igen tehetséges volt ő is, de most Jillen a sor, és remélem, hogy ki fogsz tartani, és jól fogod csinálni, amit csinálsz, és bármikor adok neked tanácsot videózással kapcsolatban, hogy mint mer, hány, meddig, kérdések, stb. És remélem, hogy a YouTube-os kollégák is, akik netán észreveszik ezt a videót, vagy észreveszik az ő csatornáját, vagy fogadjátok el a kihívást, fogadjátok el az interjút, hogy egy olyan másik szemszögből is megismerjenek minket a feliratkozóink, ami talán nem vagyunk, hogy egy értelmes kérdések, értelmes válaszok legyenek, jó értelmes arc ő, és egy egész jó csatornát indít, úgyhogy szerintem támogassuk, én már benne vagyok, és én azt mondom, hogy Magyarországon eddig nem nagyon volt ilyen, hasonló volt, külföldön hasonló volt, de konkrétan ilyesmi egyelőre Magyarországon nincs, és én azt mondom, hogy ez nem rossz. Vagy lehet, hogy csak lemaradtam róla, hogy nincs, de én azt hiszem, hogy nincs. Nos, köszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna, még egyszer mondom, hogy Jill csatornának a linkjét megtaláljátok a leírásban, megtaláljátok a videó linkjét a leírásban, mindent megtaláltok a leírásban, én azt mondom, menjetek el, nézzétek meg. Mi jól szórakoztunk, jól telt a meccs, és ha végre megcsinálja, de Jill, ezzel így mondom neked, hogy csináld meg,
csinált meg. A Baki részt, azt végképp ajánlom majd figyelmetekbe, hogy lássátok, milyen nehezen készül a videó. De tényleg, és hihetetlen ökörködés folyt út közben, és remélem, hogy összevágja, teljesen minden milyen játékra vágod össze, csak a hanganyag a lényeg, mert azt hiszem, ott sok hülyeség folyt ki belőlünk, amire eljutottunk odáig, hogy valami komolyat kihozzunk magunkból. Szóval mindenképp szerintem csinál meg a Bakis részt is, mert az is nagyon-nagyon móka tud lenni, mert videózni nem könnyű, ezt tudjuk mi YouTube-osok, azt hiszem. Szóval köszönöm a figyelmeteket, következő videóig legyetek jók, jönnek majd a vérpist fejtsek, arra várunk mindenkit szeretettel, úgyhogy tényleg sziasztok, és hamarosan jön BF4, most már itt a megjelenés, és arról is várhatok videó, Call of Duty Ghost, ugye tervezek egy nagyon új sorozatot indítani, nagyon új, régi új sorozatot indítani, de egy kicsit más szemszögből, egy kicsit komolyabban, arra is várlak titeket szeretettel, de addig is Jillen is legyen egy kicsit a hangsúly, tényleg élvezi az én támogatásomat, remélem a tieteket is, és a YouTube-os kollégák is belemennek egy ilyen interjú körbe, mert jó a srác és jól csinálja. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!